Sziasztok! Ebben a részben a Mikrotik CCR 10-15-öt fogjuk bemutatni nektek, és leteszteljük azt. A CCR 10-16 egy 1,2 GHz-es processzorral rendelkező eszköz, amiben 16 mag van és 2 GB RAM. Ezen kívül egy darab SFP plusz 10 gigabites interfésszel rendelkezik, és 12 darab sima SFP porttal. A 10 gigabites interfészekkel rendelkező routerek esetén a mérési eljárásból adódóan nem tudunk bridge-et, illetve switch-et kapacitást mérni, ezeknél a routereknél a többi mérés lesz az összehasonlítás alapja. Ha további információra vagytok kíváncsiak a mérési eljárásról, akkor nézzétek meg az ismertető videót. Akkor nézzük a 10-16-nak a rútolási teljesítményét. Minden négy mérésnél 3%-os volt a processzor terheltsége. TCP downloadunk 8 gigabit per szekundum lett, TCP uploadunk 8,12 gigabit per szekundum, az UDP downloadunk 9,54 gigabit per szekundum, míg az uploadunk 8,4 gigabit per szekundum lett. Akkor nézzük a router teljesítményét natolás közben. 7,9 gigabit per szekundumot mértünk 23%-os CPU terhelésnél, TCP downloadban, TCP uploadban 8,31 gigabit per szekundumot 22%-os terheltségnél, UDP uploadban 8,27 gigabit 22%-os terheltségnél. Most nézzük a router teljesítményét natolva, FastTrack-et bekapcsolva. Ebben az esetben 7,77 gigabit per szekundumot mértünk TCP downloadban 5%-os terheltség mellett, és ugyanilyen terheltség mellett 8,46 gigabit per szekundumot mértünk uploadban. UDP upload pedig 7,97 gigabit per szekundum 19%-os terheltség mellett. Mikor elkezdtük mérni L2TP-nek CCR routereket, arra lettünk figyelmesek, hogy a mérésnél csak egy CPU magot használunk ki, de a 100%-ban. De ez a mérés is 200 megabit feletti eredményeket hozott, mind TCP-ben, mind pedig UDP-ben. Meggyőződésünk, hogy maga a router ennél lényegesen többet tud. De ennek bizonyítására a mérési környezet jelentős megváltoztatására lesz szükségünk, ami adott esetben egy későbbi videó anyaga is lehet. Most nézzük meg a routernek a speed test képességeit. 100%-os CPU terheltség mellett a TCP downloadunk 5,56 gigabit per szekundum volt, míg az uploadunk 4,08 gigabit per szekundum. Az UDP downloadunk 8%-os terhelés mellett 836 megabit per szekundum, míg az UDP uploadunk 9,56 gigabit per szekundum 47%-os terheltség mellett. Ez volt a CCR 10-16-nak a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kis csengőt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!